A Rákos Csaba új telepen élők számára régóta problémát jelentenek az M0-ás autópályáról letérő autósok. Ebből kifolyólag a Keskeny Almásháza, Jászivány és Kopolya utcákra ugyanis jelentős gépjármű forgalom nehezedik. Rákosmentő önkormányzata a rendszeresen előálló helyzet orvoslása véget, forgalomtechnikai szakértőket bízott meg annak érdekében, hogy az ügyben minél előbb megnyugtató megoldás születhessen. A témával kapcsolatban a helyhatóság 2021. novemberét követően másodszor tartott lakossági fórumot, melyre elsősorban az érintett területek lakói látogattak el. Horváth Tamás polgármester bevezetőjében kiemelte, hogy a forgalomtechnikai jellegű változtatásokból három lehetséges verzió készült el, amelyekkel kapcsolatban a Budapest Közút ZRT-vel is megtörtént az előzetes egyeztetés. Most olyan terveket fognak látni, ami már le lett egyeztetve. A kollégák az Inokvella Kft. Részéről üdvözlöm őket. Ők fogják bemutatni majd ezeket a terveket, el fogják mondani a felméréstől kezdve egészen a kialakult forgalomtechnikai tervig, és utána természetesen mindenki elmondhatja róla a véleményét. Ezt meg fogjuk vitatni, és nem itt fog eldőlni a forgalmi rendbevezetése, azt hangsúlyozom, hogy nem most döntjük el, hanem most a bemutatásra került, és esetleg még, ha olyan javaslat van, ami még beépíthető, vagy a közút által jóváhagyható, vagy jóváhagyásra kerül, azok a forgalomtechnikai tervek szavazásra fognak kerülni. A felkért cég képviseletében jelen volt Schwanner Norbert ügyvezető, valamint Aba Attila közlekedés tervező. Utóbbi kitért rá, hogy a hónapokon át tartó vizsgálat több lépcsőből állt, és elsőként egy célforgalmi számlálás történt az érintett utcákban. Rendszámrögzítés és forgalomfelvétel, ennek, és ezt most el is mondom, hogy ezt alkalmaztuk, ezt választottuk abból a szakmai megfontolásból, hogy ez nem mintavételes, tehát a teljes átközlekedők mindenkit lehetett így rögzíteni. Elég nagy, bőven 95% feletti találati arányjal sikerült a rendszámokat rögzíteni a megadott pontokon. Amint a szakértő kihangsúlyozta, a felmérés eredménye azt mutatja, hogy főként a reggeli, valamint késő délutáni órákban jelentős kelet-nyugati irányú átmenő forgalom tapasztalható az adott helyszíneken. Az eredmény ismeretében három javaslat került kidolgozásra. Ezek közül az első lehetővé tenni a górcső alá vett célterület lakó-pihenő övezetbe történő besorolását, mely 20 km/h maximalizálna a sebességhatárt, valamint további kedvező döntések meghozatalát irányozná elő. További előny, hogy magasabb fekvőrendőr alakítható ki benne, mert 20 km/h szabványhoz lehet igazítani a fekvőrendőröket, illetve útvonaltervezők elkerülik részben, tiltással, vagy akár az alacsonyabb sebesség miatt nem ajánlják már ezt fel, és egy teljes gyűjtőutakkal határolt területet, tehát itt a számunkra feladatul szabott vizsgálati területet lehet ezzel kezelni. A második lehetőség az egyirányúsítás, melynek lenne egy teljes, valamint egy részleges verziója. Az előbbinél váltakozó irányú lenne a lezárás a gyűjtőutak mentén, a másik esetben pedig az utcák csupán kifelé lennének egyirányúak. A nyilvánosságra hozott harmadik opció pedig a forgalomcsillapító küszöb megemelésével szüntetné meg az áldatlan állapotokat. A beszámolót követően a jelenlévők feltették kérdéseiket, valamint megoszthatták észrevételeiket. A lakók közül többen virágládák, valamint utcabútorok kihelyezését javasolták, további forgalomlassító tényezőként, ám a közlekedés tervező szerint azonban ez semmiképpen nem eredményez hosszú távú megoldást. Ugyanúgy száguldoznak mellette, ez nagyon ritkán abban az esetben segítség, hogyha jelentős ellenirányú forgalom van, de inkább azért ezzel rosszak a tapasztalatok. A megjelentek nagy része végül a lakó-pihenő övezetén nyilvánítást, valamint a fekvő rendőrök magasságának megemelését támogatta. Döntés azonban később várható, ugyanis május végéig a terhelt utcákban élő összes család készhez kap majd Rákosmente önkormányzatától egy hivatalos levelet, amely leírással, térképpel, valamint magyarázattal együtt tartalmazni fogja mind a három lehetséges tervet. Ezek közül kell majd választani, ingatlanonként pedig egyetlen szavazat leadása lehetséges. Visszaküldéseket követően, melynek költségét a helyhatóság állja, kiértékelik a beérkezett küldeményeket, és az a verzió fog hamarosan életbe lépni a célterületen, amelyre 50 plusz 1%-nyi voks érkezik be a többségi döntés szabályainak értelmében.